Tel Avivi visszavágó, BL felejtező visszavágó után, ugye amikor volt is egy kézsérülésem, ugye, ami meg lett műtve, utána be is feküdtem egy térdműtétre, mert eléggé fájt már, ugye megcsináltam a rehabilitációt, nyáron elkezdtem a csapattal, de hát sajnos ugye kiderült, hogy nem alkalmas arra, hogy profi és egyáltalán bármilyen nemű labdarúgó tevékenységet végezzek. Úgyhogy azóta igazából az iskolában koptatom a padot, edzőnek készülök, ugye, ami nem újdonság persze, de ugye a C-licencet kezdtem el, ugye ez elég sok tanulással is jár. Ugye megszületett a kislányom is, 2 hónapja, tehát ugye ez a kettő, ez kiteszi a napjaimat. Ugye itt minden nap itt benn vagyok itt az Etóban, azért itt egy olyan fajta regenerációt csinálok, hogy úszások, ugye, kis wellness-szerűségek. Ezek azok, amik kiteszik itt a napjaimat, tehát nem mondom, hogy unatkozom. Januártól meg pláne nem fogok, mert ugye akkor már hivatalosan is elkezdem itt a utánpótlásban a munkámat. Ami még nem tudjuk konkrétan, hogy micsoda, meg hogy, de ez itt pár héten belül kialakul. Akkor, amikor a műtét volt, akkor benne volt az a pakliba, hogy akár ez is lehet belőle? Tehát készültél egy picit rá, vagy ez ilyen derültékből a villámcsapásként jött, hogy elkezdted az alapozást nyerni, és aztán kiderült, hogy nem megy? Is. Tehát valahol készült az ember rá, hiszen nem az első térdműtét volt. Nem is jó szó az, hogy készültem, inkább benne volt ott a fejemben, hogy mi lesz, ha nem. De ennek nagyon kis, pici szelete volt annak az érzésnek, tehát nem tűnt olyan súlyosnak egyébként az a eddigi tér problémák, inkább azt mondom, hogy az utolsó másfél-két év volt az, ami sajnos túl lett terhelve, tehát nagyon-nagyon szétterheltük. De még ebből se gondoltam volna, hogy ebből vége lesz, hiszen jól sikerült a műtét, tehát az a fájdalom teljesen megszűnt, ami addig azt jellemezte. De hát mondom, tehát úgy az, amikor kiderült, hogy az alapozás közepén ugye végérvényesen nem megy, az viszont derültékből jött. Szokták mondani, hogy a csúcson kell abba hagyni, ugye bajnok csapattagja volt, ráadásul úgy, hogy te voltál az egyik legjobb, legmeghatározóbb játékosa. És ugye utána nem nagyon léptél pályára. Kizárja azt ez a mostani sérülés, hogy akár alacsonyabb osztályba játszál, vagy te nem akarsz? Kizárja sajnos. Tehát kizárja. Tehát ez az egyik legnagyobb bánatom, ugye, tehát hogy egy egészséges olyan kis levezetés sem egy, amivel azt mondom, hogy el tudnék köszönni ettől a 25 éve tartó pályafutástól. Tehát igazából ez a része annak, hogy valahol ugye azért hirtelen történt, az egy elég kemény dió itt a lelkemnek. Mondhatjuk azt, hogy a sors, amit elvesz a pályán, azt visszaadja az életbe, és a kislányodnak a születés az megkönnyíti fel dolgozni ezt? Így igaz, tehát ez egy nagyon örömteli dolog számomra, hiszen tényleg nagyon aranyos kisasszonyról beszélhetünk, tehát ugye ő nekem a harmadik gyermekem, úgyhogy azt lehet mondani, hogy most teljes, úgymond az utánpótlás. Mind a hármójukat nagyon szeretem, tényleg, tehát abszolút ők azok, meg ugye a család azok, akik a lelket tartják bennem. Nem mondhatom, hogy magamba fordultam volna, de igazából ez még egy lezáratlan dolog így ennek a pályafutásnak a befejezése, ugye itt a lelkemben, a szívemben, tehát ez valahogy ez úgy még nem történt meg. Bízom benne, hogy minél előbb meg fog történni. A kislányod mennyire tölti ki a mindennapjaidat? Mennyire kapsz most éppen ezért több feladatot, mint mondjuk egy átlagos apuka? Nyilván ugye pont abból fakadóan, ugye, hogy most már nem futballozom aktívan, ugye, tehát nem kell edzésen részt vennem, meccseken részt vennem, ugye. És sokkal több feladatot tudok átvenni, ugye, tehát a délutáni séták, ugye ez a 1-től 4-ig, az mindig az én feladatom, de hát ugye ezt az ember nem kötelezőként értelmezi, hanem persze szívből jövőként.
Tehát abszolút eddig is, mindig is kivettem a részemet itt a családi ilyen dolgokból, tehát vagy háztartásbeli dolgokból, tehát legyen az a mosogatástól kezdve, a takarítás, ugye most a gyereknevelés, tehát ezek mind-mind eddig is képezték az életemet. Most nyilván ez csak és tényleg kizárólag ebből fakadóan, hogy már nem vagyok aktív futballista, még több időm van ezeket a dolgokat megcsinálni. És a műhelyben is gyakran jársz, vagy az megmaradt hobbinak? Az mindig is hobbi, ugye, tehát persze az attól függ, hogy milyen megrendelések vannak, ugye akkor dolgozni kell. Persze attól függetlenül is szeretem úgy csinálni, hogy ha nem is megrendelésre. Most ugye a kisasszony születése után most kicsit kevesebb időm volt, ugye, meg itt ez a pályafutás lezárása is egy olyan két okot adott, ami miatt nem nagyon tudtam most dolgozni, de januárban, ugye, vagy januártól, attól függően, hogy fog alakulni itt a munkám, ugye, tehát milyen rendszerességgel, sűrűséggel újra kezembe veszem a fűréslapot. És a gyerekszobában a kisebb bútorokat, meg ezeket a dolgokat, ezt szeretnéd majd te magad megcsinálni, vagy? Hát ugye a lakásunk egy bizonyos részét, ugye, tehát azt mondom, hogy a saját francia ágyunkat, tolóajtót, asztalt, ugye ezeket én csináltam, tehát biztos, hogy lesznek olyan dolgok, amiket én fogok csinálni, hiszen ugye az embernek csak a saját fantáziája szab határt. Úgyhogy biztos, hogy lesznek olyan dolgok, amiket csináltam. Eddig is nem bútorokat, hanem olyan fajátékokat csináltam, nem is játék, hanem fadíszeket csináltam már a lányomnak. Úgyhogy majd az, hogy nő persze, meg majd új bútorokra lesz szükség, akkor biztos, hogy lesznek olyanok, amiket én csinálok. Az edzői pályafutás ugye most előtted áll, és mondtad, hogy suliba jársz. Vannak dolgok, amit most máshogy látsz, mint játékosként láttad? Azzal, hogy most bennülsz a padba, és bizonyos dolgokra tudatosabban figyelsz? Vannak dolgok, olyan dolgok, amelyeket inkább azt mondanám, hogy segítik a szervezést, de igazából olyan új taktikai elemeket nem tudnék mondani, ami azt mondom, hogy feltétlenül jobbak, mint amiket eddig tapasztaltam, láttam, tanultam, ugye. De mondom, ez inkább a megszervezése az edzői pályának, hogy mégiscsak hogyan történjenek az évi, félévi gyakorlatok, feladatok. Tehát ezek azok, amik inkább tanítanak. Jó dolgok egyébként. Ugye hozzáteszem, ez a C-licenc, ugye ez az 5-14 éves, inkább 13 éves korosztályig tart. Tehát ugye nyilván még annyira nem beszélhetünk túlzott taktikai gyakorlatokról, feladatokról. Tehát én azt mondom, hogy inkább ez a felépítés, tehát ez, amit most úgy nekem újdonság, mint amit eddig, inkább mint szakmai ismeretet tanultam. Van nekem is olyan fizetem, amiben felírtam azokat a gyakorlatokat, meglátásokat, ötleteket, amit saját magam tapasztaltam, illetve amit tévében ugye egy nívósabb sorozatban ugye az ember el tud lesni. Tehát megvan egy ilyen fizetem, nyilván én azt gondolom, hogy sokkal inkább egy máshogy látom a focit, mint manapság a magyar edzők. Tehát sokkal inkább, mindegy, legyen ez, hogy máshogy látom, más dolgokat látok hibának, és azokat a hibáknak a kijavítása az, ami nekem itt az első sorban fontosabb. Nyilván ezt olyan korosztályban lehet megoldani, és ugye itt térünk rá a kérdésnek az alap részéhez, hogy ezt nyilván olyan korosztályban tudom megcsinálni, ahol már érettebbek a taktikai megvalósításhoz. Tehát én azt gondolom, hogy minél inkább följebb szeretnék dolgozni, de természetesen az ember nem lehet telhetetlen, ugye most ugye új munkám van, amit kapok, ugye azt nekem ezt meg kell csinálnom. Célja, hogy egyszer felnőtt csapat mellé legyél, vagy szerinted az utánpótlásban fogod jól érezni magad? Mindenképpen szeretnék felnőtt csapatig eljutni, ugye, tehát ez még nem egy rövid idő, ugye, hiszen különböző papírokat kell megszerezni hozzá, ugye az se egy rövid idő. Tehát célom az, hogy bizonyos év múlva ott legyek valamelyik első csapat kispadján, ugye. De hát ugye mondom, ez még később van.